Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. De még mielőtt belekezdenénk, ha nem láttátok a legutolsó videómat, amit pénteken tettem ki a sminkkollekciós sorozatomnak a legújabb részét, akkor itt az meg fog jelenni, leteszem a leírásba is a linkjét, úgyhogy nézzétek meg, de csak azután, hogy befejeztétek ezt a videót, ami nem másról fog szólni, mint a szemöldök festésről. Kettővel ezelőtti videómban kérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e látni, hogy én hogy szedem a szemöldököm és hogy formázom. Azt már sokszor láthattátok, hogy hogy sminkelem a szemöldökömet, és hogy lesz abból egy végleges kinézet, mondhatjuk így, de azt még nem láttátok, hogy hogyan szedem ki és hogyan festem be tartós festékkel. El is kezdjük a szemöldök formázást, úgyhogy közelebb hozlak titeket, és csapjunk bele. És ugye már itt vannak előttem azok a dolgok, amikre szükségem lesz, de elmondom, hogy nálam hogy szokott menni a szemöldök festés menete, mert nem pont úgy csinálom, ahogy még anno a kozmetikus iskolába tanultuk. Kicsit felcserélem a sorrendet. Én azzal szoktam kezdeni, hogy befestem a szemöldököm, és csak utána szedem ki. Azt ugye látjátok, hogy rendesen ki van már nőve, hagytam neki időt bőven. Úgyhogy az első lépés, amivel fogok kezdeni, az az, hogy egy ilyen kis pálcika segítségével, ezt a pálcikát egyébként gyantázáshoz használják a kozmetikusok, de én ezzel fogok kezdeni, és a Benefites kis Precisely My Brow penszilemmel. Ki fogom mérni a szemöldökömet, és meg fogom neki adni azt a formát, amit el szeretnék érni a festés végén. Itt van előttem, pont itt van egyébként a teteje, nem látjátok, egy tükör, ami pont olyan magasságban van nekem, hogy egyenesen tudjak nézni bele, de ha véletlen nem lenne jó, csekkolásra itt van nálam egy kis kézi tükör is, ugyanis most mondtam már nektek, szerintem beszéltem erről, ki fogom mérni, tudjátok, hogy hol van a szemöldököm eleje, vége, és aki tiktokozik, az tudja, hogy hogy kell szemöldököt mérni. Innen kezdődik. Itt a vége, és itt az emelkedő. Oké? És így is egyenes. Az eleje és a vége egymáshoz. Jó, léci. Egy valamit nem mondtam el, ami nagyon fontos, hogy a bőrötökön nem szabad, hogy legyen semmi smink, vagy krém, vagy bármi olyan, ami csúszósá teheti a felszínét, és a szőrszálaknak a felszínét. Úgyhogy mindenképpen legyen egy kicsit letörölve a szemöldökötök. Ezt azoknak mondom, akik már festették otthon a szemöldöküket, és még mindig szeretnék, viszont valamit úgy éreznek, hogy nem jól csinálják, mert nem lesz jó a végeredmény. Aki nem próbálta még, és nem is érzi olyan biztosnak a kezét, vagy nem tudja, hogy milyen forma áll neki jól, mit is szeretne, az menjen el kozmetikushoz, és vele nagyon szépen meg tudod beszélni, hogy milyen formát szeretnél, milyen sötétre szeretnéd, és ő biztosan jól fogja megcsinálni. Ezeket a praktikákat, mérési trükköket, amit most mutatok, nem csak akkor tudjátok használni, hogyha festeni szeretnétek a szemöldökötöket, hanem sminknél is nagyon jól tudjátok alkalmazni, és ezekkel a mért pontokkal végül is sokkal könnyebben meg tudjátok találni azt a szemöldök formát, ami nektek passzolni fog, és végül be is fog válni nektek. Na, de folytatom is tovább. Tehát az eleje az orrom és a belső szemzugom csatlakozásának meghosszabbított vonala, ami nekem pont oda esik, ameddig nő a szemöldököm. És mivel festeni fogom, így a jelölő vonalakat nyugodtan húzom hosszabbra, mert azok nem fognak megmaradni. A külső vége, az pedig az orr és a szemzug külső sarka, idáig kellene, hogy érjen a szemöldököm, bár nekem nem ér addig. Nő pár szád, de elhanyagolható. Majd itt nagyon fontos, hogy teljesen egyenesen előre nézzetek. Hoppá! Amikor a szemöldökötöknek a magasságát adjátok meg, az orr és az íris csatlakozásának meghosszabbított vonala a szemöldök legmagasabb pontja. És ezért szeretem egyébként ezt a ceruzát használni, annyit viszket mostanában az orrom. És ezért szeretem ezt a ceruzát használni egyébként, mert iszonyatosan vékony a hegye, és hogyha a kis papácikát oda teszem, pont oda tudok vonalat húzni, ahova kell. A következő dolog, amit még a pálcikával mérek ki, az az, hogy hol legyen a szemöldököm elejének és a végének az alja. Nyilván a szemöldökötök eleje az adott, hogy hol van, azt látjátok, viszont a végét azt nem feltétlen. Azért volt fontos, hogy megcsináljam a másik oldalt is, mert most meg fogom
állapítani, ki fogom mérni, hogy hol lesz a szemöldököm kezdetének az alja. Ami nagyon fontos, hogy egy vonalba legyen, és azt ugye tudjátok biztosan, hogy iszonyatosan aszimmetrikus mindenkinek a szemöldöke. Ez az enyém más sincs másképp, és a jobb oldali fentebb kezdődik, mint a bal oldali, úgyhogy kell keressek neki egy olyan kezdetet, ami mind a kettőnek valamilyen szinten jó lesz. Ennek itt kezdődik, és ezt a vonalat fogom átvinni ide is. Nem tudom, hogy onnan lehet rendesen látni, de sokkal lejjebb rajzoltam ezt, mint ahol valójában kezdődne, mert így lesz egyforma. És az utolsó dolog, amit meg kell még mérjünk a kis pálcikával, az nem más, mint hogy hol legyen a végének az alja. Ami nagyon fontos, hogy az eleje és az alja egy magasságba végződjön. Nyilván rengeteg olyan szemöldököt látunk, amit gyönyörűen felfeleivel, vagy iszonyatosan le van húzva, de az optimális az az lenne, hogy egy síkba legyen. Valahogy mondjuk így, és innentől már csak egy dolgom van, legalábbis én ezt mindig így csináltam. Nagyjából körvonalakban megrajzolom, hogy hogy szeretném, hogy kinézzen a szemöldököm, tehát ezeket a vonalakat szépen összekötöm. Eddig ahogy nézem, egyformának tűnik, úgyhogy el is értünk a következő részhez, ahol ki fogom keverni a festéket, amihez kell nekem egy ilyen üvegkeverő tálka, kell egy 3%-os hidrogénperoxid és egy szemöldök festék. Most itt nálam éppen egy kálloszos van, de rengeteg márkából találtok még, úgyhogy... És itt ez a kis pálcika, annyira viszket mostanában az orrom, átlép egy másik szerepbe, és ezzel fogom szépen elkeverni. Az a lényeg, hogy teljesen homogén legyen ez a kis massza, ne maradjanak benne különálló darabok, ne legyen benne semmi, teljesen legyen összekeverve. Nagyon sokan különböző kis fa vagy műanyag pálcikákkal teszik fel, és a kozmetikus iskolába is így tanultuk, viszont én egy ecsettel viszem fel, én ezzel érzem a legjobban, hogy egyenletesen mindenhova tudok belőle tenni, úgyhogy egy ecsettel szépen ezt a megrajzolt kis körvonalat most fel fogom tölteni. El is indítottam már az időmérőt, mindenhova fel van kenve egyenletes mennyiségbe a szemöldök festék. Körülbelül egy 15-20 percig szoktam fent hagyni, én nem bánom, hogyha egy kicsit sötétebb, mert azért kopik napról napra, főleg, hogyha a sminket mosom le. És általában úgy szoktam, hogy a szemöldökömnek az első fél centiét azt ilyen 15 percnél mosom le, a többit pedig 20 percnél. És ami nagyon fontos, nagyjából nyilván sikerült a vonalon belül maradnom, viszont könnyen előfordulhat, hogy nem teljesen tudsz egyenes vagy tökéletes ívű vonalat húzni, úgyhogy ezért is van nálunk a fülpiszkáló. Vazelinnel szoktam általában, viszont a vazelinemet nem találom, fogalmam sincs, hogy hova dugtam el, úgyhogy egy sima kókuszolajjal fogom körbehúzni. Körbe fogom húzni a körvonalát, hogyha valahol túlmentem volna és javítani szeretnék, akkor ezzel szépen végighúzom, és az olaj megakadályozza a festéket abba, hogy befogja ott a bőrt vagy a szőrszálakat. Már 3 perc, 20 másodpercnél járunk, megcsinálom a másik szemöldökömet is, és folytatjuk tovább. És akkor az a szemöldököm, amelyiket először kentem fel, az már le is járt, úgyhogy le fogom törölni először a belsejét, és megnézem, hogy hogy sikerült. Saját magamnak micellás vízzel tördöm le egyébként a festéket, viszont kozmetikában, hogyha másnak csinálom, akkor egy olyan anyaggal töröljük le, ami megállítja a kémiai folyamatokat, és nem festi tovább se a bőrt, se a szemöldököt. De most... És ilyenkor ezért szeretem a belsejét letörölni először, mert a belsejét alapvetően is világosabbra szoktam csinálni, és így meg tudom nézni, hogy mennyire fogta be. Szeretném, hogy a külső része még sötétebb legyen, vagy nem. És most, ahogy nézem, még egy picit rávárok,
egy 3-4 percet maximum, és utána letörlöm az egészet. Lassan 25 percnél járunk, úgyhogy leszedem az egészet. Itt látjátok egyébként a kis pálcikán, amivel megkevertem az egészet, hogy milyen durván fog. Szedem is le, mert közben pörög az idő. És akkor ez lett a végeredményünk, legalábbis festés téren. Én elégedett vagyok vele, remélem, hogy nektek is tetszik. És időileg ott járunk, hogy a másik szemöldökömnek a belsejét leszedem, és a külső oldalát ennek is hagyom még, hogy hasson egy kicsit, és fesse be még jobban a festék. Addig viszont elkezdem kiszedni a szemöldökömet. Nekem egyébként olyan kevés szemöldököm van, hogy csipesszel szoktam szedni, viszont Bencének is, és olyanoknak, akiknek nagyon dús a szemöldöke, szeretem gyontával kiszedni, mert rövidebb idő, kevesebb fájdalom, na meg igen, azoknak, akik nagyon nehezen tűrik a csipeszelést, azoknak mindenképpen gyantával szoktam szedni. Azért szeretem előre befesteni a szemöldökömet, mert így már biztosan látom, hogy mi az a forma, amit követni szeretnék, és véletlen se nyúlok bele olyan szálakba, aminek nem kellene, hogy kijöjjön. És nagyon egyszerűen annyit csinálok csak, hogy ami a vonalon kívül van, azt mindet kiszedem. Amikor felülről szedem a szemöldökömet, akkor szeretem egy kicsit lehúzni azokat a szálakat, amik esetleg útba lehetnek. Megint viszket az orrom. És így biztos, hogy nem fogok belenyúlni és véletlenül a közepéről kitépni egyet. A legszélén pedig nem szoktam kihúzni, hanem azt majd látjátok, hogy ollóval szépen csak körbevágom. A másik pedig, hogy ez a szemöldök csipesz For Beauty. Talán DM-es vagy Mülleres, nem tudom, viszont ennél jobb csipeszem még sose volt. Ez körülbelül 2000 forintos csipesz, és egy szálat nem tép bele, a legjobb szemöldök csipesz, amin valaha volt. Közben pedig szedem le a másik oldalt is. Na, ki is van szedve a szemöldököm, és akkor most jön az a rész, amit egyébként nem olyan sokan csinálnak, legalábbis amikor én jártam kozmetikushoz, akkor nekem nem túl sokan csinálták, viszont én nagyon szeretem. Szépen felfésülöm a szemöldökömet. Nagyon sokszor egyébként úgy csinálom, hogy átlátszó szemöldök zselével nagyjából felfésülöm, és úgy vágom le, viszont most úgy fogom csinálni, hogy innen egy kicsit visszahúzom a szálakat, mondjuk így, és nem pont addig, ameddig van a szemöldököm, de le fogom vágni. A legelső szálakat, azokat pont addig vágom le, ameddig ér a festés, hogy ne lógjon ki semmi, és itt aztán tudom nézni, hogy maradt-e olyan szál, amit ki kellett volna szedjek, de nem sikerült. Ugyanúgy felállítom, és ott fazonra vágom, itt pedig csak a végéből lecsippentek egy kicsit. Azért ezzel a szemöldökvágással egy nagyon jó dolog, de óvatosan kell bánni, mert könnyen túl lehet vele szaladni, és nagyon szép kis csíkokat tudtok csinálni magatoknak. Ezzel is ugyanúgy inkább többször vágjatok belőle piciket, mint hogy véletlen belevágjatok a szemöldökötökbe. És akkor ez a végleges szemöldök, amit itt a kis procedúra alatt létrehoztunk. 2 hétig körülbelül tartja a színét, és elég utána újra festeni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, tudtam segíteni, esetleg láttatok valami olyan praktikát, amit nem tudtatok, és most már tudjátok használni, és a segítségetekre volt. Ha nem láttátok még az előző videóimat, akkor ne hagyjátok ki őket, lent lesz minden link a leírásba, kövessetek be Instán, hogyha nem követ még, így találtok meg, de ez is ott van a leírásban. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, dobjatok erre a videóra egy hatalmas lájkot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!